Hatodik fejezet Az elutasítottság orvoslása Azért mindazok, akik benyelnek téged, elnyeletnek, és valamennyi ellenséged mind fogságra jut, és a te fosztogatóidat kifosztottak ká, és minden te zsákmányolóidat zsákmányát teszem mert orvosságot adok neked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt mondja az Úr. Mert szám kivetetnek hívtak téged, Sion, nincs, aki tudakozódjék felőle. Jeremiás 30. 16, 17. Isten abszolút ígéretet adott a szabadulásra és a gyógyulásra. Itt az idő, hogy az elnyomottak hitben az Úrhoz menjenek. Jézus azt mondta a Lukács 4.18-ban, hogy elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. A nagy gyógyító meghatározott bizonyos feltételeket a gyógyuláshoz és a szabaduláshoz. A helyreállításnak ezek a követelményei egyszerűek, Mégis szükségesek. Első. Légy tanítható. A helyreállítás első feltétele a taníthatóság. Sok változásra van szükség. Meg kell változtatni a régi reakciókat és alkalmazkodási módokat. A rossz szokásokat, és viselkedési módokat is ellentétes előjelőre kell változtatni. Minden olyan dolgot, amely az ember életében nem Krisztusi, arra szintre kell emelni. A pásztorok és lelki gondozók szellemi orvosok. A paciens alárendeli magát a diagnózisnak és a kezelésnek. Az orvos felülről való bölcsességet és megértést keres. Felírja a receptet, és amit a páciens teljes felépüléséhez szükséges. Néha az orvos diagnózisa és kezelése nem egyezik azzal, amit a páciens előre elképzelt, és ezért visszautasítja. Ezzel megkötözi az orvos kezeit. És emiatt ő képtelen lesz bármit is tenni. Az emberek általában nem tudják felépíteni saját diagnózisukat. Hajlamosak csak a felszínt észrevenni, nem pedig a probléma gyökerét. Amikor valaki szolgálatért megy el egy lelki gondozóhoz, alá kell rendelnie magát neki, és együtt kell vele működnie abban, amit ő mond. A korrigálás nem elutasítás. Sok olyan esettel találkoztam, amikor nem tudtam azokon segíteni, akik hozzám jöttek. Azok a jogos változások, amelyeket tőlük kértem, büntetésnek tűntek számukra. A kiigazítás visszautasításának szindrómája az embert taníthatatlanná teszi. A taníthatóság az ember akaratától függ. Bele kell egyeznie az adott tanács megfogadásába. Máskülönben az ember csak szalad az egyik lelki gondozótól a másikig, hogy olyan embert találjon, aki az ő véleményével ért egyet. Alázatosan be kell ismernie. A probléma bennem van. Meg kell változnom. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Zsidó 12 -11. Második. Bocsáss meg. A szabadulás alapvető feltétele az, hogy megbocsássunk mindazoknak, akik megbántottak minket. A megbocsájtás olyan folyamatos tartozásunk, amelyel soha nem szabad elmaradásban lennünk. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Róma 13:8. Az azonnali megbocsájtás kiegyenlíti a számlánkat, a meg nem bocsájtással pedig adósokká válunk. Aki elvárja, hogy Isten megbocsásson neki, annak meg is kell bocsájtani a másoknak. Jézus beszélt egy olyan szolgáról, akinek nagy adóssága volt, de nem tudta kifizetni a tartozását. A szolga leborult és arra kérte urát, hogy legyen türelmes. Ura könyörületre indult, és elengedte neki az adósságot. Ez a kép mutatja ami eladósodottságunkat is Isten előtt. Lehetetlen bűneink adósságát kifizetnünk, de ha Isten kegyelmét kérjük, ő megbocsájt. Az a szolga, akinek ura megbocsájtott, később nem engedett el egy kis adósságot a szolgatársának. És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mindazt, amivel tartozik. Máté 18, 34. Krisztus következő kijelentése ránk is vonatkozik eképpen cselekszik az én atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtjátok, kiki ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Máté 18.35 Mit tesz akkor mennyei atyánk, amikor nem bocsájtunk meg másoknak? Átad bennünket a hóhérok a kínzók kezébe. Ezek a kínzók démoni szellemek. Nagyon komoly dolog mások vétkeinek a meg nem bocsájtása. Isten megvonja bocsánatát attól az embertől, aki nem bocsájt meg másoknak. A meg nem bocsájtás átok alá helyez, és az ilyen embert a démonoknak hatalmukban áll gyötörni. A megbocsájtás nem egy érzés, hanem egy észszerű döntés, az akarat kérdése. Ha megbocsájtunk, Isten parancsának engedelmeskedünk. Isten azt mondja, ha mi elvárjuk, hogy ő megbocsásson, nekünk is meg kell bocsájtanunk. Ha úgy döntünk, hogy nem bocsájtunk meg, mindaddig gyötrődésre számíthatunk, amíg mégis meg nem tesszük. Amikor Isten ad át egy embert démonoknak, semmilyen földi szabadító szolgálat ki nem mentheti őt börtönéből, mindaddig, amíg Isten parancsainak eleget nem tesz. A gyötrődés jelentkezhet értelmi, érzelmi, Fizikai szinten, vagy pedig az élet körülményekben. A megbocsájtás az önmagunknak való megbocsájtást is magába foglalja. Miután elfogadtuk Isten bocsánatát, az embernek magának is meg kell bocsájtania. A vádló azt mondja majd: Nem érdemled meg a bocsánatot, megbocsájthatatlan, amit tettél egész életedben hordoznod kell a szégyent és a bűnt. Az önmagunk iránti meg nem bocsájtás kötelékben tart bennünket, épp úgy, ahogyan másokat megkötöz az, ha nem bocsájtunk meg nekik. Harmadik. Felejtsd el! A múlt sérüléseit el kell felejteni az emlékek felelevenítésének démonát ki kell űzni, mert ennek a démonnak az a specialitása, hogy életben tartja a múltban történt rossz dolgokat. Olyan, mintha ennek a gonosz szellemnek lenne egy kazetta gyűjteménye, amelyben a fájdalmas események részletes hanganyaga található, és állandóan ezeket játssza le áldozata fülébe. A démon ezeket az emlékeket használja a múltban történt sérülések fájdalmas emlékeinek elevenen tartására. A múltbeli támadások folyamatos felelevenítése a meg nem bocsájtást, a keserűséget és a gyűlöletet is életben tartja. Pálapostól elmondta, hogyan viszonyul ő a háta mögött levő dolgokhoz. Lást Filippi 3.13. A felejtésnek ez az alapelve érvényes az ellenünk elkövetett múltbeli bűnökre is. A múltban megesett kellemetlen és fájdalmas eseményekre való emlékezés a jelent is tönkreteszi, és a sikeres napokat elrontja. Az ilyen emlékezés nem hasznos célt szolgál. Tehát ne felejtsd el, hogy felejtened kell. Negyedik. Térj meg. Teljességgel lehetséges, hogy egy ember helytelen viselkedése az oka annak, ha mások megbántják. Isten tökéletes őszintességet és alázatot vár tőlünk, amikor trónjához járulunk. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezére engem az örökké valóság útján. Zsoltárok 139-23-24. Az átélt bántások általában sokkal nyilvánvalóbbak, mint amelyekről másoktól hallunk. Könnyebb más életében észrevenni a bűnt, mint a sajátunkban. Hányszor utasítottunk el mi magunk másokat, fájdalmat okozva nekik. Minden bűnt meg kell bánni. Az egyetlen mód, Isten bocsánatának az elnyerésére az, hogy a megtérés ajtaján belépünk az ő jelenlétébe. Lehetséges ugyan, hogy a rossz reakciók és a sérülésekhez való helytelen alkalmazkodások nem váltak látható, tevőleges bűnné. Azonban bármilyen elhajlás Isten akaratától bűn. Isten parancsával és tanácsával ellenkezik az elszenvedett rosszra való negatív reagálás és az azokhoz való alkalmazkodás is. Ezek további bűn ajtókat nyitnak meg, ami még több démon belépését teszi lehetővé. A bűn megbánása következtében a démonok megtudják, hogy felfedezték, melyik ajtón sikerült bejutniuk. A megtérés a szabadulás előzménye. Igazi megtérés nélkül nincs szabadulás. Ötödik. Békülj meg! A megbékélés egy áramlott kapcsolat helyrehozása. Isten a kereszt által hozta el a megbékélést. Minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által. 2 Korintus 5.18 A megbékélésnek fordított görög szó tökéletes változást jelent. Az ellenségeskedés barátságra fordulását. Isten a következő versben is erről a megbékélésről beszél. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ime újjá lett minden. 2. Korintus 5.17. Jézus kifolyt vére teszi lehetővé a dolgok tökéletes megváltozását. És ez a változás a megbékélés. A megbékélés által azok, akik valamikor Isten ellenségei voltak, az ő gyermekeivé és Isteni természetének részeseivé váltak. Nem elég, ha Isten egyszerűen megbocsájtott nekünk? Nem, Isten többet akar, mint a megbocsájtott bűnök gyűjteményét. A bűnös emberrel való kapcsolat helyreállítását kívánja. Ádám és Éva bűnének következménye mindannyiunkra kihatott. Az Istennel való kapcsolat összetört. A megbékélés által Istennel való kapcsolatunk állt helyre. Lásd Róma 5.17-19-ig. Nem elég, ha egyszerűen megbocsájtunk másoknak? Nem. Isten a kapcsolat helyreállítását kívánja. A másoknak való megbocsájtás feltétele a megbékélésnek. A megbékélés kétoldalú dolog. Az egyik fél felajánlja, a másik fél elfogadja. Ugyanez vonatkozik Istennel való kapcsolatunkra. Isten felajánlja, de nekünk el is kell fogadnunk. Akkor történik meg a megbékélés két ember között. Amikor az egyik fél kezdeményezi a kapcsolat helyreállítását, a másik fél pedig elfogadja azt. Nem kényszeríthetünk másokat arra, hogy megbékéljenek velünk, de Isten világossá tette, hogy a megbékélést a mi részünkről mindenképpen meg kell próbálnunk. Ha lehet, Amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Róma 1218. Legfinomabban fogalmazva is, nyugtalanító lehet fontolgatni a kapcsolat helyreállítását azokkal, akik mély sérüléseket okoztak nekünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a sikeres megbocsájtás valódi próbája a békesség kiáradása. Ha a helyreállított kapcsolat békés, veszekedéstől és zűrzavartól mentes, akkor nem félünk tőle, hanem élvezzük. Hatodik. Erősödj meg Isten szeretetében. Jézus utált, és az emberektől elhagyatott volt, de mégsem volt zavart a személyisége. Ézsaiás 53.3 Van egy alapvető oka annak, amiért Jézus stabil maradt a sebek ellenére is. Biztos volt az atya szeretetében. Át tudta adni magát az atya akaratának egészen a keresztfáig. Mert tudta, hogy az Atya szereti őt. El tudta viselni az emberek szörnyű elutasítását, mert az Atya szeretetében gyökeredzett. Az Atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. János 3:35. Mert az Atya szereti a fiút és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik, és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. János 5.20 Az Atya Isten szeretetének a hűsége inkább ad biztonságot és erőt a bántások kiállására, mint sem az emberi szereteté általában elterjedt az a tévedés, hogy ahol az emberi szeretet véget ér, ott Isten is sem tart tovább. Jézus a következő biztató szavakat mondta nekünk, hogy mi is szilárdak tudjunk maradni a mások okozta szenvedések ellenére. Maga az Atya szerettiteket. János 16.27 az elutasítás ugyanolyan hatással van az ember szeretetbe vetett bizalmára, mint az összetört sin a vonatra. Kisikláshoz vezet. Hogyan bízhatna az ember a szeretetben megint? Soha nincs garancia arra, hogy az emberi szeretet nem val kudarcot, vagy nem ábrándít ki. Csak egyetlen szeretet van, amely soha el nem bukik, Isten szeretete. Ezért bíz Isten szeretetében, és az megerősíti a belső emberedet. 7. Erősödj meg az emberi szeretetben. Az Isten szeretetében való bizalom ad alapot ahhoz, hogy legyen bátorságod megkockáztatni, Szereteten alapuló emberi kapcsolatok kialakítását. Azért mondom, hogy megkockáztatni, mert tény, hogy az emberi szeretet elbukhat. Azonban minél jobban körül vagy véve stabil emberi szeretettel, annál könnyebb legyőzni az elutasítottság utóhatásait. Hangsúlyozva, hogyan kell Krisztus testében szolgálni egymás felé, Pál azt írja: A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Róma 12:9. Sokan vannak, akiket saját családjuk utasított el. Ők szeretetre éhesek. Isten családjának, az egyháznak gyógyító légkört kell biztosítania azok számára, akiket életük bizonyos területén megfosztottak a szeretettől. Honnan tudhatod, hogy megerősödtél a szeretetben? Először is képes vagy másokat szeretni anélkül, hogy elvárnád tőlük a viszont szeretetet. Tudsz szeretni úgy is, ha téged nem szeretnek. Másodszor. Az elutasításra tudsz megbocsájtással reagálni. Nem haraggal, nehezteléssel vagy önsajnálattal. Nyolcadik. Szabadulj meg. A szabadítás megváltás. A görög szotéria szó szabadítást óvást, megváltást jelent. Ez a szó felőleli az összes olyan ajándékként kapott áldást, amit Isten Krisztusban levőknek ad a Szent Szellem által. A gonosz szellemektől való szabadulásról a kereszt gondoskodott. Jézus legyőzte a sátánt, és hatalmat adott az őt követőknek, az ellenség minden erején. A hívők akkor alkalmazzák a szabadítást, amikor Istentől kapott hatalmuknál fogva szembeszállnak a démonokkal. A démonizálódás elleni orvosság az elnyomó, zavaró, kínzó, kontrolláló és akadályozó szellemek kiűzése mire az ember e könyv előző fejezeteit végigolvasva eljut idáig, világosan kell látnia, hogy szüksége van szabadulásra. Nem igen találni olyan embert, akinek ne lenne szüksége szabadulásra azoktól a gonosz szellemektől, amelyek az elutasítás következményeként nyertek belépést az életébe. A szabadulás út a belső gyógyuláshoz. Krisztus épp azért gondoskodott róla. Gonosz szellemek a felelősek a személyiségünkben levő legtöbb erőtlenségért, és a belső gyógyulást azonnal megtapasztaljuk, amint a démonok elhagytak bennünket. Egy hívő képes lehet arra, hogy önmaga felé szolgáljon szabadítással, de az a legjobb, ha először egy szabadításban járt, szolgáló imádkozik érted. 9. Töltsd be a házat, mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve de nem talál. Ekkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét szellemet, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Máté 12. 43-45-ig Miután a démonok eltakarodtak, fontos, hogy kívül is maradjanak. Sokan nehezebbnek tartják a szabadság megőrzését, mint magát a szabadulást. Ha a kiűzött démonokat nem tartott kívül, vajon mondhatod-e őszintén, hogy megtörtént a szabadulás? Jézus hangsúlyozta, hogy milyen fontos a szabadság megőrzése, amikor arról a házról beszélt, amelyik üres maradt, miután korábban ott lakókat kisöpörték. Jézus azt tanította, hogy a démonok ha lehetőségük van rá, visszatérnek ahhoz a személyhez, akiből őket kiűzték. A bent lévő démonok kiűzése nem biztosít folyamatos győzelmet. Jézus arra is figyelmeztetett, hogy ha nem óvjuk meg magunkat a démonok visszatérésétől, akkor lehet, hogy nagyobb erővel jönnek vissza. Az elkergetett démonok olyan életet látnak, amely azért üresedett meg, hogy aztán tárt kapukkal várják vissza őket, még gonoszabb szellemek társaságában. Önmagunk bűntől és démonoktól való megtisztításának a fő célja, hogy Krisztus hasonlatosságával töltekezzünk be. Ha valakinek csupán az a célja, hogy gondot okozó problémáitól megszabaduljon, akkor meglehetősen rövidlátó célt tűzött ki maga elé. Mivel, hogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez, ami megszentelésünket. 2. Korintus 7.1. Felmerülnek ilyen kulcskérdések, mint ki tölt be, hogyan valósul ez meg, mivel töltekezzem be. Aki megszabadul, a felelős a ház betöltéséért is. Nincs arra példa a Bibliában, hogy Jézus bárkinek a házát maga töltené be. Segítséget adhatnak mások, de a teher a frissen szabadult személyen marad. Senki sem lehet helyettünk szellemi. Nekünk magunknak kell szelleminek lennünk. A megtisztított edényt annak az ellentétével kell megtölteni, amitől megszabadították. Ha félelmet űztek ki, hitre van szüksége. Ha korrupciót, akkor tisztasággal kell a helyét betölteni. Ha gyűlölettől és keserűségtől szabadultál, akkor szeretetet és megbocsájtást kell gyakorolnod. Más szavakkal, Jézus jellemvonásaival, és természetével kell betöltekeznünk. Ha az ember életét a Szent Szellem teljesen birtokba vette, nem maradt hely a gonosz számára. Szellem szerint járjatok, és a test kívánságát véghez ne vigyétek. Galatta 5.16 A ház betöltése úgy jut teljességre, ha fegyelmezett keresztény életet élünk. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szálljátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szálljátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, s a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Róma 6, 12, 13. Tizedik. Fogadd el Isten vigasztalását. A szabadulás csak részben jelenti az elutasítás okozta probléma megoldását. A szabadulást hasonlíthatjuk a fertőzés kitisztításához egy sebből. A fertőzés komplikálja a már meglévő sebet, valójában akadályozza a seb gyógyulását, de ha egyszer kiküszöböltük a fertőzést, akkor a seb magától begyógyul. Ennek a példának az alapján meg tudjuk érteni, miért szükséges egy lépéssel több az elutasításból származó seb teljes gyógyulásához. Az elutasítás okozta seb fájdalommal jár. A szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik. Példa beszédek 15-13. A fájdalomra való orvosság a vigasztalás. Ezt mondja az Úr. Szó hallatszott rámában. Sírás és keserves jajgatás. Ráhel síratta az ő fiait. Nem akart megvigasztalódni az ő fiai felől, mert nincsenek. Jeremiás 31.15 Honnan származik a vigasztalás? a vigasztalás Istentől jön. Áldott az Isten, minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal bennünket minden nyomorúságunkban. 2 Korintus 1, 3, 4. Hogyan jutunk hozzá? Isten kegyelmének ajándékaként kapjuk. Ugyanúgy vesszük, ahogy a bűnökből való megváltást. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal. Efézus 2.8 Jézus a Szent Szellemet küldte el, hogy megvalósítsa azt, amit ő a kereszten megszerzett a számunkra. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. János 14, 16, 18 A belső gyógyulást ugyanúgy kell elfogadni, mint a testi gyógyulást. Kérhetjük hittel, és meggyógyulunk. Máté 9, 22 vagy hívhatjuk a gyülekezet véneit, Akik megkennek bennünket olajjal, És elmondják értünk a hitimáját. Lásd Jakab 5.14-16-ig. Azért mondom nektek, Amit könyörgésetekben kértek, Higgyétek, Hogy mindazt megnyeritek, És meg lesz nektek. Márk, 11.24 Ma Jézus minden elutasítottságtól sérült léleknek felteszi ugyanazt a kérdést, amit a szerencsétlen nyomoréknak feltett a betesda tavánál. Akarsz-e meggyógyulni? János 5.6 Add át a sebeidet Jézusnak. Választ a vigasztalást.